Ifjúság, ifjúságügy, új kihívások és válaszok címmel immár 10. alkalommal került megrendezésre az a konferencia, melynek legfőbb szervező eleme az ifjúság világát vizsgáló kutatások ismertetése és a fiatalokkal foglalkozó szervezetek bemutatása. A november 14-én Szegeden a Szabszékházban megrendezett eseményen professzor dr. Zakar Péter, az STE nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettese mondott köszöntő beszédet. Egyetemi vezetés számára nem rendkívüli esemény az, hogy a fiatalabb korosztályokkal foglalkozni kell, hiszen a Szegedi Tudományi Egyetem polgárainak is elég jelentős száma az ifjúsághoz tartozik, úgyhogy az ilyen véncsatalovak, mint én, már csak némi nosztalgiával gondolhatnak vissza a fiatalabb éveikre, de a humor mögött azért egy szomorú valóság húzódik meg, az tehát, hogy mindenki volt fiatal, és aztán az idősebb generáció bizonyos része ilyen vagy olyan okok már fogva szembefordul az ifjúsággal. Nekem is van két kiváló nyugdíjas ismerősöm, aki amennyiben a gyerekek játszanak a kertben, ugye feltételezik, hogy biztos letapossák a virágokat, biztos, hogy betörik az ablakot, biztos, hogy... Úgyhogy azt kell mondanom, hogy nem csak Cicero sóhajtozott, micsoda idők, micsoda erkölcsök, hanem ez egy az emberi társadalom történetét végigkísérő jelenség. Nyilván azért ennek érdemes elemezni az okait, és azt kell mondanom, hogy manapság, amikor mintha egy kicsit szétszakadna a társadalom, tehát egyrészt a magyar társadalom előrekedése miatt nyilvánvalóan a nyugdíjas korosztály jelentősége, egyáltalán politikai érdekérvényesítő képessége nő, ugyanakkor megjelennek a fiatalok is, akik nyilván egy egészen más irányba mozognak, de szóval szumárom, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a generációkat ne tudják egymás ellen fordítani, hogy legyenek olyan kapcsok, létrák, érintkezési pontok, amelyen keresztül a generációk meg tudják tartani a kommunikációt. 10. alkalommal kerül megrendezésre ez a konferencia, amely kezdetektől azt a címet viseli, hogy ifjúság, ifjúságügy, új kihívások és válaszok. Mi próbáltunk annó, hát most már úgy mondom, hogy 11 évvel ezelőtt, de itt a Covid időszakban egy évben nem tudtuk megrendezni, nem volt módunk megrendezni ezt a konferenciát. Tehát próbáltunk az elején arra törekedni, hogy beszédes legyen a cím, hogy kifejezze azt, hogy ebben a szektorban, az ifjúsági színpadon, egy színtérben nem csak ifjúságkutatók vannak, hanem bizony nagyon komoly hozzáadott értéket jelentő civil szervezetek, projektek, de ide tartoznak az ifjúság politika, mint egy szakmaterületnek a tervezői is. Úgyhogy ez a konferencia kezdetektől azzal a céllal született, hogy az egész ifjúsági színpadot körülölelő szakterületek vagy szakmák, beleértve a szociológiai kutatásokat is, beleértve azokat a fejlesztéseket, társadalmi innovációkat, amelyeket a civil szervezetek vagy akár cégek is természetesen, hiszen a Szegedi Tudományi Egyetemnek is egy komoly társadalom innovációs szerepvállalása kerül bemutatásra például a konferencia egyik szekciójában, de várjuk és partneri viszonyt szeretnénk ápolni az ifjúságpolitika szakembereivel is, elemzőkkel, szakmapolitikusokkal, illetve olyan országos ernyőszervezeteknek a képviselőivel, amelyek a magyarországi ifjúsági korosztályokat képviselik. Nemzeti Ifjúsági Tanács, mint hogy a Magyarország legnagyobb ifjúsági közösségeit tömörítő ernyőszervezetként kiemelten keresi a partnerségeket és a kapcsolatokat azokkal a szakértőkkel, illetve szakmai műhelyekkel, ahol az ifjúság ügyel, mint tudományterülettel kapcsolatos kutatások folynak. Így kerültünk kapcsolatba értelemszerűen a Szegedi Tudományegyetem munkatársaival és Jancsák Csabával is, aki régió barátunk és szervezetünk nagy támogatója. Igyekszünk minden olyan szakmai eseményen megjelenni és részt venni, ahol olyan szakértői, egyetemi, oktatói, kutatói tevékenységeket ismerhetünk meg, akik nem feltétlenül a korosztályos érdekképviseletet csinálják, hanem ennek az eredményeit és hatásait kutatják.
A konferencia ezévi előadásai által kirajzolódtak az ifjúság világában megjelent új sebezhetőségek, a kihívás problémavilága és az azokra adott szakmai válaszok tématerületének mélyebb mintázatai. Nagyon érdekes az, hogy ez alatt az eltelt 10 év alatt már örömmel jelenthetjük azt, hogy felnőtt egy új generáció abban az értelemben is, akik az önkéntességben, akik a civil világban, vagy akár a kutatói szakterületen működnek és szereznek tapasztalatot. Természetesen, mint minden tudományos konferencia, ugye ez a konferencia is a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnep programsorozat keretében kerül megvalósításra, tehát minden tudományos konferenciának ilyen publikációkban összesűrűsödő, tanulmánykötetben összesűrűsödő hozadéka van, terméke vagy végterméke, de én azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos az, hogy itt egy párbeszéd folyik, és ennek a színpadnak a szereplői, azok nem csak hogy párbeszédet folytatnak egymással, hanem információkat cserélnek, sőt, ez legalább ennyire fontos, olyan társadalmi értékeknek a cseréje is zajlik, értéktranszfer folyamat, amely generációk között, tehát az ifjabb és az idősebb generáció között, illetve a különböző szakterületeknek a speciális, sajátságos nézőpontjai által tartalmas, értékes, mondhatnánk így, hogy értéktelített. Tehát ennek a konferenciának én azt gondolom, hogy túl a tudományos eredményeken, illetve annak a megosztásán az értéktelítettség egy nagyon fontos színfoltja, különlegessége, és ez abban is megnyilvánul, hogy itt nem csak száraz adatokról van szó, hanem olyan projektek, olyan társadalmi innovációknak a bemutatásáról, amelyek a legutóbbi egy évben, hát úgy gondoljuk, hogy nagyon komoly, jelentős események, vagy jelentős beavatkozások akár a segítő szakmák területén. Én azt gondolom, hogy ebből a konferenciából elsősorban nem is feltétlenül a fiatalok tudnak profitálni, hanem azok a szakemberek és azok a szakmai közösségek, akik ezt az ifjúságügynek nevezett közeget működtetik. Én azért tartom fontosnak, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács itt van és meghívást kapott, mert szerintem az elsődleges feladatunk az, hogy amellett, hogy a korosztályos érdekképviseletet ellássuk, az, hogy magát az ifjúság szakmát, mint a tudományterületet is megpróbáljuk fejleszteni. Ebbe a fejlesztési folyamatba kiválóan illeszkednek ezek a tudományos tanácskozások, mert itt azokkal a szakemberekkel tudunk egy napot eltölteni, akik az év 365 napjában tulajdonképpen velünk foglalkoznak és minket kutatnak.